Tamási Áron év van, 125 éve született Tamási Áron, és ebben kapcsolatban kis Ágnes mikrofon végre kapta a Szabó Magdát. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában Tamási Áronról lesz szó, és ennek az apropója az, hogy az idei év, az a Tamási Áron 125, mert 125 éve született, és az egy emlékév. Aki pedig a beszélgető társam lesz, az a Szabó Magda, a Tamási Áron közalapítvány elnöke, és ennek az emlékévnek a projektvezetője. Az, hogy 125 éve született Tamási Áron, az evidens, de ezen kívül miért esett rá a választás, mert gondolom sok évfordulóra lehetett volna az idén. Hát azt mondom, hogy itt köszönet illeti a Nemzetpolitikai Államtitkárságot és a Magyarság Házát, mert mi a Tamási Áron közalapítványban mindenféleképpen szerettük volna méltó módon megünnepelni Tamási Áron születésének 125. évfordulóját, és nagyon szép tervekkel jelentkeztünk a Nemzetpolitikai Államtitkár úrnál, Potápi Árpád Jánosnál, és ő volt az, aki azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen egy emlékév. Tamási személye az predesztinált arra, hogy összefogja a világ magyarságát. Az ő szavait hadd idézzem, hirdetem és vallom, és mindig hirdetni fogom, hogy létezik a határok felett átnyúlóan egy olyan szellemi erkölcsi közösség, amely a világban szétszórtan élő magyarokat egybe kapcsolja. Hát ez már gondolom Trianon szellemisége, haza a magosban. De ugye azt köztudott, hogy Farkaslakán született, és egy szegény családban, sok gyerekes családban, aztán eljutott ő mindenfele a világba. Beszélgessünk egy kicsit az életéről. Farkaslaka, Székely kisfalú, Székely család, ahol megszületik 11 gyerek, és ebből 5 marad életben. És mit adott Farkaslaka Tamási Áronnak, és azt mondhatnám, hogy mit adott aztán Tamási Áron Farkaslakának. Ma is ott van a sírja Farkaslakán, és egy gyönyörű, szép zarándokhely is ma már. Tehát Farkaslaka, amit adhatott neki, ugyan a szegénység, de a tudásvágyat is, a munkabecsületét, a gyönyörű tájat, azt a gondolkodásmódot és azt a beszédet, amelynek ő aztán egy, mondanám, hogy égi mását is fogalmazta meg a műveiben. És ehhez ő élete végéig hű maradt. Tehát lehetett bárhol a világban, mert valóban sokfelé vetette a sors, erről majd még talán egy-két szót mondhatok. Hát akkor ejtsünk néhány szót, ugye, hogy az iskoláit már itt végezte, legalábbis részben Budapesten, itt is élt sokáig, meg Amerika. Na, akkor ez hogy volt? Hát egyáltalán az, hogy iskolába mehetett. Ugye egy gyerekkori balesetnek, és azért ebből úgy egy kicsi képet kapunk arról, hogy nem lehetett ő egy nagyon szelíd gyerekecske. Ugye átszökve a szomszédba úgy kisgyerekként, ott egy ott talált puskával ellőtte az ujját. És emiatt alkalmatlanná vált a fizikai munkára. Akkor esetleg ő lenne az, akit tanítatni fognak, mert valóban hagyomány volt, hogy a sok gyerek közül az, amelyik már földhez nem is juthat, azt tanítatjuk. Így lett, hogy például a nagybácsi Gyula fehérvári nagyprépost volt. És amikor megtörtént a baleset, arra indította az édesanyját, hogy megkeresse a nagybácsit. És a nagybácsi valóban elintézte, hogy Székely udvarhelyen a gimnáziumba járhasson, a római katolikus főgimnáziumba, amely ma az ő nevét viseli. És aztán Kolozsváron, ugye még nem érettségizik le, és itt az első világháború, és ott van a fronton, és hősleg is viselkedik nagy ezüsttel, Károly renddel, és azután... A Piavénál. Igen. Tehát az olasz fronton, és azért az is szép, amit erről később ő maga ír, hogy a csapatát megvédte, és annak nagyon örül, hogy ő maga nem ölt embert. És utána elvégzi a kereskedőn. Talán még először azt mondta, hogy bíró szeretne lenni, de hát ugye impériumváltás, ugye a románok készhez vettek bennünket, ahogy fogalmaz majd később az Ábelben, az elhíresült mondattal.
mert azzal a gondolata, hogy a románul már nem akar igazságot tenni. És benne meg már munkál egy kicsit a világ megismerése iránti vágy, és Amerikában pedig van anyai ágról egy nagybácsi, aki állja az úti költséget, és fogadja addig, amíg kint nem talál, majd nem tudja eltartani magát. Így neki indul Amerikának. De már itthon szinte virtusból, ahogy ő fogalmazott, még indulás előtt, 22-ben elindult egy novella pályázaton, és meg is nyerte. És még nem érkezik haza, amikor itthon már megjelenik az első kötete, a Lélekindulás. És ugyan 10 évre tervezi az amerikai útját, azért ő borzasztóan élesen látta fiatalkora ellenére az őt körülvevő világot. És ennek talán csak kicsit megemelt tükre az Ábel Amerikában, tehát a trilógia 3. kötete, mert az ugyanakkor hazaküldött tudósításai egy nagyon pontos, szociográfikus élességű képet rajzol arról az országról, ahova bekerül, az amerikai létről, az amerikai életforma lényegéről, máigható gondolatokat fogalmaz meg. Azt mondhatjuk, hogy ha ma látjuk ezeket az írásokat, azt mondjuk, hogy Úristen, honnan tudta ő ezt akkor? Mert ma még tán érvényesebben szólnak. A 10 évre tervezett időből végül 3 év lett, hazajött, ugye már egy másik világban. És abban a pillanatban az újonnan megteremtődő erdélyi irodalom, mert azt kell mondanunk, hogy meg kellett teremteni egy független erdélyi... Igen, már nem magyar irodalomról, hanem erdélyi irodalomról. Hogy Erdélynek létre kell hoznia az önálló irodalmát. Ennek a feladataival foglalkozva hazaér 26 júniusában, gyorsan megnősül. Mondhatnánk azt, hogy nem csak Erdélyben figyeltek föl rá, hanem a magyar irodalomban, tehát a Magyarországon szintúr írja az a színpadi műveket is. Igazság szerint az elsőt még Amerikában írta, az Ősvigasztalást. A 70-es évek elején jelent meg, tehát már Tamási halála után jelent meg ebből az első részlet. És 73-ban megjelent az egész darab a Tiszatáj folyóiratban, és 76-ban bemutatták. Reveláció volt már akkor is, egy teljesen más színpadi és színházi gondolkodás, mint amilyen ismert volt akkor a magyar színházi gondolkodásban. És így lett az első, általa akkor elsőnek tudott énekes madár, amelyet megírt 1933 őszén, már új szerelem bűvöletében, Magdó, Salgó Magdolna, aki aztán a feleség, második feleség lesz, ő az ihletője. És ez mind a mai napig Tamásinak a legtöbbet játszott darabja. Igazán jóval később ér oda a magyar színházi világ, hogy megtalálja ehhez a színpadi, tehát Tamási színpadi színházi univerzumához való megjelenítést, hangot. Ez azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen megújította a magyar színjátszást ezzel? Erről van szó. És ebben azért hadd említsük meg Kodály Zoltán példáját. Uh-huh. Kodály 50 éves 1932-ben, és amikor a számára rendezett ünnepségen az Operaházban díszelőadáson bemutatják a tavasszal már bemutatott Székelyfonót. Jelen van Tamási is, és nagyon nagy hatással volt rá maga az egyéniség, meg az a gondolkodásmód, amit Kodály képviselt a zenében. És a Székelyfonóról, a Székelyfonót látva írt egy nagyon szép írást, az a címe, hogy a Botfülű Székely naplójából. Botfülű Székely ő maga, tehát mondja, deklaráltan, aki nem ért a zenéhez, de elbűvölte az, amit a Székelyfonóban látott. És olyan módon bűvölte el, és ez ma már színházi szakember, tehát színháztörténész által kimutathatóan igazolható, hogy itt találta végleg arra a hangra, ami majd az énekes madárban megjelenik. Jó, akkor térjünk vissza, ugye Tamási Áron életét kezdtük el itt taglalni, de hát aztán így elkanyarodtunk a színház felé, de akkor nézzük az irodalmi munkásságát. Az Ábelről már volt szó, a Ábel trilógiáról. Akkor egy pár szót erről ejtsünk, hogy ez miért olyan fontos. Ugye az, hogy
azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ez Tamási Áronról mindenkinek eszébe jut. Na, akkor van. Hogy is van ez? És hát persze az is, hogy ugye ezt a mondatot Amerikában hallja, ugye keresi az élete értelmét, meg az otthonlét értelmét, tehát mi végre vagyunk a világon. És ezt Amerikában kapja meg, ugye egy fekete fiatal embertől, és ez adja meg számára... Ezt nem is tudtam, ez igen. Nagyon érdekes. Ez adja meg neki azt a gondolkodást, hogy igen, haza kell menni. Az Ábel Amerikában pedig valóban annak a kicsit megemelt képe, amit ő Amerikában megélt, annak a tapasztalása mondjuk a diaszpórában élő magyarságnak biztos, hogy sokkal inkább tudnak szólni ezek a művek is, és különösen az ebben az időszakban született novellák, amelyeket hazaküldött, tehát amelyek valóban az emigráns léttel foglalkoznak, hogy mi is lesz belőlünk akkor, hogyha ha itt vagyunk, ha itt maradunk, mi dolgunk. Felhívnám a figyelmet a Két kicsi magyar című novellára például, amely Amerikában született, ahol egy székely munkásember két fia közül az egyiket hazaküldi tanítani, hogy majd az, ha visszatér, akkor majd menjen a másik is. És az derül ki, hogy amelyik hazamegy tanulni, abból magyar lesz, amelyik ott marad Amerikában, abból meg amerikai lesz. És lesz a Jégtörő Mátyás, amelyről hadd mondjuk azt, hogy lehet, hogy szintén most éri majd utol igazán a kor vagy a megértés. Fiatalok érzik úgy, hogy ez számukra fontos. És van egy borzasztóan fontos üzenete az egész életműnek, az egyéniségnek is, ami, hát szomorúan mondjuk, hogy ma mindennél aktuálisabb. Van benne egy egyetemes, nagy harmónia igény, hogy nem szabad, hogy az agresszió győzzön. Az, hogy a jónak győznie kell, az, hogy az ember arra született, hogy szeressen, hogy békében legyen a lélek és a test, a természet és a maga teremtette világ, hát ehhez kellene ma tulajdonképpen visszajutnunk, és nagyon sok jel mutat arra, hogy ha nem csináljuk, akkor borzasztó nagy baj lesz belőle. És hát jön egy újabb, nagyon szomorú korszak, mert egy rövid, reményteli idő után, amikor ő parlamenti képviselő, mint művész, tehát nem párt választotta meg, hanem mint Kodály Zoltánt is például, tehát hogy művészek bekerültek, mint tiszteletbeli képviselők, és ő ezt nagyon komolyan is gondolta. Kérték fel, amikor még a koalíciós időben pártok egyeztetésén múlt, kérték fel arra, hogy kulturális miniszter legyen, amiből persze aztán kommunisták ebben természetesen nem mentek volna bele. És borzasztó hamar szigorodik körülötte a világ, tehát a 40-es évek második felében megszűnnek a publikációs lehetőségek. Szó szerint éheznek az akkor már harmadik feleséggel, a nagyon-nagyon fiatal, épp hogy leérettségizett Bazilides Aliszkával. De ehhez képest meg 1954-ben Kossuth díjat kap, ez hogy jön össze? Arra a Bölcső és Bagolyra kapja meg a Kossuth díjat, amit betiltottak 49-ben. Tehát... Jó, hát akkor ez a korabeli nonsense. Igen, abszolút. Igen. És jött a betegség, és 65-től már elég komolyan beteg volt, és 65 december 24-én, azaz karácsonyán veszi el a negyedik feleséget, Bokor Ágotát. 66 elejétől Tamási már nem jön ki a Kútvölgyi Kórházból. Hát akkor végezetül még a Tamási emlékév kapcsán beszéljünk a pályázatokról, ami a diaszpórának is szól. Meghirdettünk egy Tamási Áron illusztrációs pályázatot. Ez alapvetően a középiskolás korosztálynak, aki úgy érzi, hogy lenne ihletése arra, hogy egy Tamási mű alapján készítsen illusztrációt, akkor ezt megteheti, megvannak a határidők, tehát a honlapunkon megragadom az alkalmat, a tamasiaronemlékév.hu-n, fönt van a pályázati kiírás. És a másik, hirdettünk, és ezt kimondottan csak a diaszpóra magyarságnak, itt viszont
azt mondom, hogy 6 évestől 99 évesig különböző korosztályokban telefonnal fölvett maximum 3 perces tamási művészlet. Föl kell venni telefonnal, és elküldeni nekünk. És én nagyon bízom abban, hogy sok helyről fog érkezni. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet mindenkinek. Én is köszönöm szépen. Kedves hallgatom, a Tőcsöplár FM 88,5-es hullámozát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney.